Sziasztok! Ebben a videóban a SketchUp kijelölési rendszerével fogunk megismerkedni. A legelső eszköz a Large toolset a kijelölő eszköz ikonja egy fekete egérmutató, vagy a Space billentyűvel tudjuk gyorsan kiválasztani. A legegyszerűbb kijelölés az, ha úgymond megütjük azt a rajzelemet, amit ki akarunk jelölni, tehát ráklikkelünk látszik, hogy én most ráklikkeltem erre a lapra, ki is jelölte. De most ráklikkelek erre az ívre. jelölte a SketchUp, de eltűnt a kijelölés az előző rajzelemről. Ez a legtöbb programba így működik. Figyeljünk oda, hogy a lapokat és az éleket egymástól függetlenül ki lehet jelölni. Ha azt szeretnénk, hogy több rajzelemet jelöljünk ki egymás után a klikkelgetéssel, akkor Windows-on nyomjuk le a Ctrl-t, meg kell pedig az Art billentyűt. Ha ezt megtesszük, akkor a mutatónknál megjelenik egy plusz jel, tehát össze lehet fűzni a kijelölést. Ha egy olyan helyre klikkelünk, ahol nincsen rajzelem, akkor a kijelölés meg fog szűnni, minden rajzerem, ami eddig ki volt jelölve, már nem lesz kijelölve. Még egy módszer van a kijelölése, az pedig a shift billentyű, amivel tudjuk módosítani a kijelölést. Tehát jelöljünk ki egy lapot, majd nyomjuk le a shift-et, ekkor a fekete kúzónál nem a plusz jel jelenik meg, hanem a plusz-minusz. Azaz nem csak hozzá tudunk adni, rajzelemeket a listához, hanem le is tudunk venni, ha még egyszer ráklikkelünk. Lehet látni, hogy ugye a listából ki is tudjuk venni a rajzelemeket, vagy hozzá tudjuk adni. Ez egy nagyon hasznos billentyű kombináció, ami ugye módosítja az alap eszközt. Ha elengedjük a shiftet, már is eltűnik az egérnél a plusz-minusz jár, és egy olyan helyre klikkelek, ahol nincs semmi, a kijelölés megszűnik. A másik klasszikus kijelölési lehetőség az, hogy úgynevezett kijelölő doboz definiálunk, azaz klikkelünk egyet az egér bal majd lenyomva a bal gombot, egy kijelölő doboz definiálunk. Itt azt figyeljük meg, ha balról jobbra húzzuk a kijelölő dobozt, akkor csak azokat az elemeket jelöli ki, amelyek teljes terjedelmükkel a kijelölésen belül találhatóak. Látható, hogy csak a nagyobb kövív volt teljes terjedelmével a kijelölő dobozban, ezért csak azt jelölte ki a SketchUp. Most megismétlem ezt a kijelölést úgy, hogy jobbról balra húzom a kijelölő dobozt. Itt már látszik is, hogy máshogy jeleníti meg a SketchUp, szaggatott a kerete a kijelölő doboznak, belehúzom a kijelölő dobozt a a szeredbe is, majd elengedem a kijelölést, és látszik, hogy minden olyan rajzelemet kijelölt a SketchUp, amit elmetszett ez a kijelölő doboz. Ami még fontos a sketchup ez egy újdonság lesz, hogy ha kijelölünk egy lapot, akkor ugye, egy klikkeléssel tettük ezt meg. Viszont ha duplán klikkelünk a lapra, egy kicsit rá is nagyítok, hogy mindenki jól lássa, tehát újra megismétem a kijelölést. Simpla klip esetén csak a lap van kijelölve. Dupla klik esetén a lap és az őt határoló élek. Tripla klik esetén pedig az egész entitás, azaz a topológiailag teljes elem ö, ki fog jelölődni, hiszen megvan ez az útvonalja a sketchup hogy a lapok élek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és ezen az útvonalon végig fog haladni, azaz tripla a teljes rajzenem ki fog jelölődni. Azért mondom azt, hogy a topológiailag lehetséges összes elemet kijelöli, mert nem biztos, hogy csak ugye a lap és az őt határoló élek lesznek kijelölve, hanem akár nagy objektumokat is ö, ugye ki fogunk tudni ezzel a módszerrel jelölni, de erről majd később. Még egyszer tehát megmutatom, szimpla klik az egy lap, dupla klik lap és ér, tripla klik pedig, hogyha összejön, a teljes objektum ö, fog kijelölődni. Azt hiszem, hogy a legfontosabb dolgokat a sketch megmutattam nektek, ami a kijelöléshez kapcsolódik, tehát most már majdnem minden tudunk, hogy összetettebb rajzokat tudjunk készíteni.